nyomokkal vigyázni kell, hisz elmesél mindent a jó öreg ágy. Ha kell, ha ki akar, válaszra le. Most folytatnám, ilyen az ágy, masszív matrac, lószőr mégis lát, és te kis fogtál az álláshelyen, vagy számtalan történetet, hisz honál fennáll, arrpáll. Mit láthat őként, tudom-e én, mit én? Hogy ne tudnám, mit én? Évek óta kérlele a kulcsjukat, és mégis megáll az ész. Mindenkinek az kell. És kész. Az egész. Egy völgy. Fűszál vintől. Mindenki kalandra vár. Hölgy, úr, leplap vagy úr, mindenki kalandra vár. Kezdjük, az mondom, szegény vagy dús, húgó vagy hölgy, vénycsont új hús, diktálhat bárkit is, vagy róka van. Mit rám? Csak is a vár! Siet. 3 órát és 25 percet. Nem zavar? Nem.
Ezért aztán minden évben
ugyanazon a hétvégén ide repülök. New Jersey-ből? Ott az első kliensem. Hé! Egy hites könyvvizsgálónak is lehetnek érzelmei. New Jersey-ből? Ez is nem a határa... Ja, persze. Köszi. Boris. Szeretnék elmondani valamit. Azt nyilván észrevetted, hogy mennyire professzionális vagyok szexuálisan, de szeretném, ha tudnád, én mióta megmesültem, én most csináltam először ilyesmit. Ezt tudni mertem volna rá? Jaj, farkas éhes voltunk! Adtad fel a reggeliből? Persze, parancsol. Látod, ez érdekes. Nekem még valahogy legénykoromban sem mentek ezek a gyors, egy éjszakás dolgok előbb. Valahogy mindig bele kellett szeretnem az illetőbe. Hogy esküdni mertél volna rá? Tényleg. Mi az, hogy esküdni mertél volna rá? Csak tudod, ahogy a cipőben átrágottad a nadrágodat? Aztán kigányod a saját magad? Fejjel neki a pilotot felnag? Árulkodó áldozságok. Hát nem vagy szemű, hogyha az ember teljesen őszinte lehet a másikhoz. Mi van? Hát én nem voltam teljesen őszinte hozzád. Azt mondtam, nős vagyok két gyerekkel. De mi van? Nem. Tudtam. Nős vagyok három gyerekkel. Bocsáss meg, ne haragudj, én azt gondoltam, hogy két gyerekkel vagy valahogy kevésbé látszom nősnek. Isten, hogy tagadhattam meg így szegény David? Én normális esetben nem így viselkedem, biztosan a stressz. Akkor nyugodjál meg, hát mindannyian kivetünk el ilyen kis butaságokat. És a feleséged? Nem kis Divis? A világ minden kincsért nem jönne fel egyetlen gépre sem. Fél a repüléstől? Csak a zuhanástól. Aha. Miért nézel így rá? Imádom, ahogy eszel. Én is. Férfi és egy nő megpillantja egymást egy csúfolt teremben, két szempár összecsillan, és onnantól kezdve csak egymást kívánják egy egész életen át. Nem! Akkor szerinted, hogy kezdődött az egész szint? Az étteremben oda küldettél az asztalomhoz egyet, akkor marha partneret. Csak mert szeszes itat nem szolgálnak fel, a fartövik viszont marha jó. Hogy jutott ilyet, mi az eszemben? Egy barátom szerint az élet abból áll, hogy folytonosan igent kell mondanunk. Nem tudom. Én eddig mindig csak odáig jutottam, hogy talán, ami az élet dolgait illeti, én két balfárcán vagyok. Igen, egyszerre kettő. Nekem soha semmi sem sikerült. 18 éves voltam, amikor elveszítettem a szülességemet. Egy Chevrolet hátsó ülésén. Már a dolog vége felé közeltünk, és akkor egyszer csak... Bang! Hátulról telibe talált. Rétes, volt biztosításotok? Hát ennél hülyébb kérdés még. Hajos, hát tényleg mennem kell. Várnak az apácák! Az apácák. Igen, az apácák. Jaj, nem mondtam. Hát én ide tulajdonképpen lelki gyakorlatra járok. Lelki gyakorlatra? Persze. Mindig ilyenkor szoktam, amikor Harry elviszi a gyerekeket Bakersfieldbe. Miért? Mi van Bakersfieldben? Nem mi, hanem ki? Harry mamája. Ó. Na, van a szülinapja. És? Nem hiányom. Elégesen utálom. Aztán miért? Mert teherbe estem.
fiának is volt némi köze, nem? Ugyan már ilyesmi eszévesen jut. Utált, mert Harry első éves volt a fogorvosig, de miatt kénytelen volt abba hagyni, és a vérsnipáról a régekkel ügynökölni, na. Ezért én, a mami szülinapján, mindig lelki gyakorlatotáltak. Ah, és Istenről elmélkedsz? Róla. Róla is. Figyelj, nekem tényleg három gyerekem van, jó? Én 18 évesen már teherbe estem. És sose volt időm azon gondolkodni, hogy tulajdonképpen mit is gondolok. Legyünk például az énekemet. Okrend, belváros, ikerház, két hálószoba, három és most étkező garnitúra, gesztenyeszín, motorola CD, és elmegyünk a haverokat tekézni, hetente kétszer! Szerintem egyáltalán nem hülyeség. Tényleg? Mert igazán jól lehet beszélgetni. Igen? Igen, igen. Harry nem van, ami beszédes. Nem? Nem. És a feleség? Phyllis? Teljesen érthető, hogy mindkettőnket érdekli a másik párja, de én azt gondolom, ha túlságosan belemegyünk, elrontjuk az egészet. Figyelj csak! Kitaláltam valamit. Mit szólsz hozzá? Elmesélek két történetet a feleségemről. Az egyik bemutatja a legjobb, a másik a legrosszabb arcát. Aztán te jössz. Ja. Két ugyanilyen történet a férjem. Jó! Én kezdem. A rosszal. Phyllis tud rólunk. Te ezt már mondtad, de honnan? Van a fejében egy olyan... izé... Olyan, mint egy harap. Micsoda? Lehetek akár 10 000 mérföldre. Ha csak rád pillantok egy nőre, az biztos, hogy tudja. Fogadni verni, hogy tegnap éjjel 1:22-kor felült az ágyam, amit valami kejpe Jancsi. A fejében megszólaltak a harangok. Mi? Valami van! Olyan, miért pont 1:22-kor? Az órám 4:47-et mutatott. Önbizalmat. Régen elég gátlásos voltam. És ezt hogyan érte el nálad? Mármint mit csinált? Érted, hogy fölött kérdezem, ugye? Hozzám jött. Nagyszerű, nagyon jó, hogy felkarolt. Te jössz. Jó. Harry! Előbb a rosszat. Harry! Lejárt az idő. Várjál, nem olyan könnyű. Kiválasztani? Nem, talán egy. Na ne! De, mert egyszerűen hibátlan... Tartozol legalább egy aljas történettel. Ez nem annyira aljas. Én éppen terhes voltam, és a harmadik házasság évfordulókat ünnepeltük, Harry pedig meghívott néhány haverunkat ünnepelni. Harry nem iszik el valami sokat? Nem. De az a pedig ott legalább 3 kovászt! Igen! És a fülem hallott, azt kívánom mondani a haverjaimnak, hogy életemek szép éveit a hadseregben töltötte! Sokan mondanak ilyet a hadseregről. Harry, így égi volt katona, és abban 3 a pár hadifogoly táborban. Jól tudom, nem akart, persze, hogy nem akart egyet megváltani, de igenis, hogy sikerült neki, na jó, most ered a jó. Harry! Már nem is fontos. Ez nem igazság, hallod? Nem tudom, hogy az véleményed alakuljon ki erről, meg Harry! Meg Harry! Harry egyszerűen tökéletes! Jó, Helennek is nagyszerű tulajdonságai vannak. Na látod!
nős vagyok, nem? Oké, bocs, ne haragudj, nem akartam nyomot hagyni. És téged tényleg csorsnak hívnak? Gondolod, hogy letakadnám a saját bebe? Hát gondolom! Őrült vagy! Te őrült vagy! Azért ez szép. Szép? Itt vagyunk egy szállodai szobában is. Egymás szemébe bámulunk, közben van férjünk, feleségünk, összesen 6 gyerekünk. Tényleg? Vannak rá a fényképek? Miféle fényképek? Hát a gyerekeimről. Természetesen. Na, ingyen voltok a kovaktól. A tiéd? Tele a tárcán. Móti. Kedvesebb a földkerekén csodás fel.
rá csomót. Hogy el ne szállj. Jó, 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 segítem. Thank you.
Havannából. Harrynek Havannából. Harry még mindig úgy tudja, hogy én a lelki gyakorlatra jár. Mit mondjak neki? Szakadt meg kubai apácát. Évi egy csodálatos hétvégét, akkor nincs feszültség, nincs gond, nincs felelősség. Csak tudsz. Egy másik világ, de itt csak kell én.
emlékszem, hogy eljön a fogtüdő. Nem, nem baj, ha nem találom. Majd a fogtündér. Neki az a dolga. Kincsen? A mama tudja, hogy felhívtál? Szóval bármelyik percben otthon lehet. Igen, nagyon szép szoba. Van benne ágy, meg fotel, meg egy hatalmas álló lámpa születik. Igen, azt én is nagyon szeretném, de papának sajnos most be kell fejeznie, amit elkezdett. Igen, pár kicsit, Azon! Hogy én mekkora egy tetű vagyok? Hogyan tudod? Sosincs lebb kipurdalásom! Néha! Sose beszélsz róla! Másfél szemem! Hogyan? Mintha abba a
Ashfordnál eldobni az örökké tartó vikengjeinket? Hát nem lehetsz ennyire rövidlátó! Nincs semmi értelme, George! Mi? Mi értelme volna, mi? Bűntudat és lelkiismeret furdalás kezdem neked találkozgatni? Mondd, mi az öröm abban? Doris, nekem ott kötelezettségeim vannak! És itt? Itt? Azt hittem, az egyetlen kötelezettségünk, hogy évről évre megjelenjünk! Ez! Két barátságos szexpartner, aki érül létre, lezavar néhány kört! Lehet, hogy csak átadtam magam. Végülis ember vagyok, nem? Mint a kutya lény! Csak sokkal erősebb! De olyan könnyen megbirkózol mindennel! Az lesz a legjobb, vagy most? Tudod! Az elmúlt évben sokat gondoltam rá. Valahogy esett engedtél a valóságos életembe is. Ráadásul még lelkiismeret furdalásom is lett, hogy elhatároztam, hogy nincs többi kert. El sem akartam jönni. Aztán úgy vettem, hogy valami magyarázattal mégiscsak tartozom, és eljöttem, de amint beléptél az ajtón, én rögtön tudtam, hogy képtelen vagyok megtenni, és hogy bármi legyen az ára, én megfizetem! Hallod, szörnyű, mit tudod volna? Most tudom, hogy miért, George! Marha vagyok. Azon kívül súlyosan neurotikus, és egyáltalán nem egy jó fogás. Szeretlek. Csak te megint, 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 csak te megint
Köszönöm, Mrs. Chalmers! Nem tudok úszni. A szó szoros értelme, igen? Ugyan másként. Ha egyszer azt mondom, hogy nem tudok úszni, az azt jelenti, hogy nem tudok úszni. Jó, van, na most mi vagy felpaprikázva? Nem vagyok felpaprikázva. Akkor kérek egy helyet. Oké, okay, Helen, rémes humora van. Nem csináltunk belőle nagy ügyet. Nevettünk rajta. Aztán, mikor már majdnem elaludtam, Helen egyszer csak megszólalt. Érdekes! Én amíg azt hittem, a könyvelőknek először a szeme mondja fel a Sosem bocsátom meg Helennek, hogy idáig jutott!
Most az örök
most! Hát, Galán, ezzel ön elég magad! Eddig, eddig! Eddig, és ne többet! Megáll az ész, és hova tovább? A föld nem forog tovább. Kiskujában minden Shakespeare dráma, újra fűzőről az összes erőt, fogadjunk a tyúkja pizzát, hajj! Hogy eljött volna az ideje. Mit a
Most megnézheted, hogy vezetek egy szűrőt.